Jégkapadót és láthatósági mellényt kapott a rendőröktől az autós. Pénteken sokan jártak ugyanígy, azok, akiknél az igazoltatásnál minden rendben találtak az egyenruhások. Nem csak az autósok, a gyalogosok, kerékpárosok, sőt még a rolleresek is ajándékokkal távozhattak a rendőri ellenőrzésről. Jobban látható. Ez a férfi első és hátsó lámpát kapott a kétkerekű járművére. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos, amit kaptam. Rendszeresen, havonta egyszer-kétszer használom. Igen. Pénteken az egész országban Itzekszárdon is láthatósági eszközökkel ajándékozták meg a rendőrök a szabályosan közlekedőket. Mai napon november 4-én tartják az úgynevezett Light Friday nevű akciót, amelynek során kiemelt figyelmet fordítanak azokra a közlekedőkre, akik mindennapjaikban az úton autóval, kerékpárral vagy akár gyalogosan közlekednek. Kollégáim itt a hátunk mögött éppen egy autót ellenőriznek, amelynek során, hogyha mindent rendben találnak nála, akkor láthatósági eszközöket fognak ajándékozni neki. A látni és látszani kampányt minden évben megrendezi a rendőrség. A kezdeményezés pedig egyre népszerűbb. Az elmúlt években ugyanis az emberek elkezdtek figyelni arra, hogy útközben ne csak lássanak, de látszódjanak is. Októbertől egészen decemberig tart az országos látni és látszani kampány, amelyet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság indított, és az egész ország területére kiterjed. Az idei év végéig tehát Tolnamegyében bárhol előfordulhat, hogy a szabályosan közlekedők egy rendőrségi ellenőrzésről ajándékkal távozhatnak.